Szavaztok srácok, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik egy tutorial videóval. Benny édesanyja keresett meg, hogy csináljak egy tutorial videót kettő dologról. Az egyik az nem más, mint hogy hogy tudsz gyakorlatilag végtelen pénzt csinálni magadnak Farming Simulator 19-be, a másik a modolás kérdés, tehát hogy kell berakni Farming Simulator 19-be modokat, és azok a modok, amiket én használok a sorozatomban, az honnan származnak. Na, először is akkor nézzük meg, hogy a pénzkérdést azt, hogy tudjuk megoldani. Bemész a mentéseidhez, nagyon fontos, hogy megnézed, hogy melyik, hányas számú mentést szeretnéd busztolni, tehát hogy hányas számú mentésnek a pénzösszegét szeretnéd átírni. Megnézzük tehát ezt a játékállás 3-asat akarom én átírni. Ezután kilépünk a játékból, bemegyünk a saját gépbe, azon belül a dokumentumokba, azon belül a MyGames-be, azon belül a Farming Simulator 2019-be, és azon belül megkeressük, ugye, hogy hármas számú játékállás mentést szeretnénk, ugye az egyes, itt van a kettes, vagy a hármas éppen, attól függ hány van, nekünk ugye van az egyes és a hármas, és a hármasat szeretnénk átérni. Ide bemegyünk, és ugye régebben ezt a fight kellett átérni, most már nem, hanem ezt a farmsot, ezt megnyitjuk, jobb gombot kattintunk rá, és megnyitjuk jegyzettömbbel, oké? Okay? Jegyzettömbbel megnyitod, ugye ez minden Windowsnak az alap programja. Nyomsz itt egy Ctrl F-et, beütöd azt, hogy money, és már is odaugrik ahhoz a sorhoz, amit nekünk át kell írni. Látjátok, hogy money, itt mennyi van megadva, hát úgy látom, hogy 100 000. Mondjuk én átírom 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1-re, hogy így frappansok legyünk. Oké, ezt bezárjuk. A bezáráskor mindenképpen nyomunk egy mentést, és utána léphetünk vissza a Farming Simulator világába, utána megnézzük meg a mentéseket. Játékállás 3-as. Indítás. És amint beléptünk, látjuk, hogy 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 36. Nem tudom, miért lett az lett a vége, de az a lényeg, hogy átírtuk az összeget, ugye látjátok, hogy mennyivel több lett, és ez így működik. Na szóval, akkor térjünk át a mod kérdésre. Itt van ez az oldal, ennek a linkjét a leírásba lerakom, úgyhogy rá tudtok kattolni, könnyen megtaláljátok. Ez az az oldal, amiről én igazából mindig leszoktam tölteni modokat. Rengeteg külföldi oldal van, de gyakorlatilag ezen az oldalon én mindig megtalálom azt, ami nekem kell. És jól össze van a szedve, rendszerezve van, és olyan modok vannak itt, amiket én szeretek. Amint látjátok, itt oldalt, beoldalt van, hogy Farming Simulator 19, vagy 17, vagy 15, vagy 13, vagy 11-hez kész modokat. Farming Simulator 19-hez esetleg kiválaszthatod ugye traktorok, kombányok, silódok, teherautók, vagy bármit. Kiválasztjuk, hogy traktorok, kiválasztjuk ugye a márkát is kiválaszthatjuk, vagy hogyha esetleg csak böngészni akarunk, akkor itt az összeset ugye kiválasztjuk. És megnézzük, hogy melyiket szeretnénk mi. Mondjuk, ami jó feltűnő, és mondjuk nézzük ezt a BigBot 747-est, rákattolunk, ugye itt általában le van írva, hogy hány, milyen teljesítménye van, milyen végsebessége van, miket lehet rá pakolni, vagy hogy van, utána rányomunk ugye a letöltés gombra, utána rányomunk erre a zöld Confirm Downloadra, utána rányomunk itt ugye a Free-re, itt beugrik egy reklám, egybe be is zárhatod, utána rányomsz megint erre a free-re, vagy amire láttad, és akkor már jön is le. Itt van, látjátok, hogy beoldott, itt meg is jelent ezen az értesítéssel van. Annyira nagyon fontos, hogyha a kiterjesztését meg kell nézni, ha zip a vége, akkor valószínűleg 99,5%-ra az esély, hogy nem kell kicsomagolnod, hogyha raros, akkor ki kell csomagolnod. Az tudja, hogyha raros, akkor ki kell csomagolnod. Na szóval, hogyha már ugye letöltöttük, akkor megkeressük, hogy hol van a számítógépünk, ezt úgy tudjuk legkönnyebben megoldani, hogy nyomunk egy jobb gombot rajt, itt az értesítőssávon, megjelenítés mapában, nyomunk rajta egy másolást, utána átmegyünk a saját gépbe, utána ugyanúgy bemegyünk a dokumentumokba, a MyGames-be, a Farming Simulator 2019-be és a mod mappán nyomunk egy beillesztést, és már is bekerült a mod, utána belépünk a
játékban. Na szóval, hogyha itt vagyunk a játékban, akkor ugyanúgy belépünk ugye az egyik mentésünkbe, mondjuk akkor használhatjuk ezt is, amit az előbb ugye megcsináltuk, hogy sok pénzünk legyen, akkor megkeressük ugye azt a módot, ami akarjuk, hogy ezen a mentésen működjön. Látjuk, hogy be is került ide a BigBot 747-es. Ezt mindenképp ki kell pipálni, különben nem jelenik meg a játékba. Utána elindítjuk. Annyit akartam még mondani, hogy ha esetleg itt nem jelenik meg ez a mód, amit éppen bemásoltunk ebbe a mappába, akkor az lehet a helyzet, hogy valószínűleg mégis ki kell tömöríteni, akkor tömörítsük ki, hogyha kitömörítettük és mégsem működik, akkor még sincs itt, akkor valószínűleg nem kompatibilis mód a mi verziónkkal, vagy nem jó valami vele. Egyébként sokszor előfordul az is, hogy egy mód akasztja a játékot, nem úgy működik, ahogy kell, olyan módokat nem érdemes használni nagyon, mert tényleg tönkreteszik a játékélményt. Utána, hogy elindítottuk a játékot, bevegyük a boltba, és valószínűleg a nagy traktorok közé került ez, és már is ugye ki is tudjuk választani, és meg tudjuk nézni. Ugye tudunk ikerkerék, tripla kerék, meg tudjuk venni, igen, 429-ért, és rá is tudunk ugye már is tabolni. Ez őrült nagy járműre. Na, gyerekek, igazából akkor ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem tudtam segíteni, hogy bárkinek bármilyen kérdése van, akkor leírásba tegye fel. Sziasztok! Az alja, és néhány kereke. A hegyi út széles, az ifa meg szétes. Ikarusz a kaszmia, talulusz a gumia. Ha-ha, de megy ez az ifa.